Sziasztok! Laci vagyok, a Greencut is DIY ezermestere. Ma beszélni fogunk róla, hogy milyen anyagokat és eszközöket tudunk használni a párás, esős időben a faanyagok védelmére. Ha ilyen munkába fogunk, akkor számítsunk arra, hogy munkánk egy-két napig fog tartani, de egy ember is bátran nekifoghat. Az esős idő beálltával gondoskodunk kell róla, hogy a fa tárgyaink, amelyek nem tudunk fedett helyre vinni, kibírják a téli időjárást, és az egyetlen megoldásunk az, hogy különböző védelmekkel látjuk el. Mert ha a fa megázik és ezt a nedvességet be tudja szívni, akkor sokkal hamarabb tönkre megy, az élettartama hosszú évekkel csökkenhet. Azért, mert ez a nedves környezet kedvez azoknak a farontó gombáknak, amelyek tönkre fogják tenni tárgyainkat, kerítésünket és mi egyebet. Arra, hogy megvédjük a fa eszközeinket, két lehetőség van. Az egyik, hogy beitatjuk magának a fának a rostjait olyan anyaggal, amitől kezdve már a farontó bogarak, gombák nem tudják megtámadni, vagy a felületén a pólusait lezárjuk, így nem tud a nedvesség behatolni. Persze mind a két módszert használhatjuk egyszerre is. Lássuk akkor azokat az anyagokat, amit használni tudunk fa védelemre. Elsőként megemlíteném a fa védő olajakat. Ez igazából a legtermészetesebb megoldás, ez áll legközelebb a natúrfa felületéhez, hiszen egy olajjal itatjuk be, általában egyébként csak kemény fákhoz használható, de ez az olaj ad egyfajta védelmet, és lepergeti a vizet a felületéről, és nem mellesleg semmilyen vegyi anyagot nem tartalmaz, hiszen vannak olyan olajok, amelyek akár élelmiszerrel is érintkezhetnek, és nem okoznak semmilyen gondot. Úgyhogy a legtermészetesebb favédelem az maga a fa olaj. Például a tégfa esetében tudjuk azt, hogy semmiképpen nem szabad lefesteni, csak kizárólag olajjal szabad ápolni, hiszen az egyik legellenállóbb fafajta, de kívánja azt, hogy olajozzuk, mert kiemeli a színeit, és mindenképpen ad egyfajta külső védelmet. A tégfa onnan lehet ismerős, hogy nagyon sok kerti bútoranyagaként használják, hiszen, mint ahogy mondtam, az egyik legellenállóbb fafajta, hajókhoz is ezt a fafajtát használják. További védelmi lehetőségeink első számú lépcsője mindenképpen a fa alapozása, ami annyit jelent, hogy a fa felületét beitatjuk különböző féle alapozókkal. A mi alapozónk, ez egy vizes bázisú, vízzel hígítható alapozó, amit tud, beitatja a fa felületét olyan mélységben, hogy az védelmet kapjon a farontógombák ellen, így aztán a későbbiekben egy színtelen felületet kapunk, viszonylag hamar meg is szárad, ezt követően tudunk rá vékony vagy vastag lazót fölhelyezni. Ez az alapozó réteg sokat segít még abban, hogy a fánk impregnált legyen, tehát ne engedje be a nedvességet. Ha a fánk felülete megkapta az alapvető impregnálást az alapozótól, akkor jöhet a lazur. De kétfajta lazur létezik, a vékony és a vastag lazur. Igazából melyiket válasszuk, ez itt a kérdés. Nagyjából azt lehet mondani, hogy az igénybevételnek megfelelően, hiszen a vékony lazur az egyrészt kevesebb ideig nyújt védelmet a fa felületén, másrészt viszont sokkal áttetszőbb, ezért inkább hagyja a fának a szépségét megjelenni, míg a vastag lazur egy vastagabb felületet képez, amely persze hosszú évekig, akár 7 évig is állja az időjárást, viszont sokkal inkább takarja a fának a színeit, hiszen vastagabb az anyag. De ha megrázzuk a dobozt, akkor egyértelműen halljuk, hogy a vastag lazur nagyon sűrű, a másik pedig egy fokkal hígabb. Végül pedig összefoglalva, egy szabályként megjegyezhetjük, hogy lazurral azokat a fákat érdemes kezelni, amelyek puhább fafajták, a kemény fát maga az olaj is meg tudja védeni, úgyhogy oda talán már az is alkalmas. De rögtön azután, hogy megbeszéltük, hogy milyen anyagokat tudunk használni, jöhetnek a szerszámok. Első és legfontosabb, amivel lazurt, alapozót és mi egyebet tudunk fölkenni, ez az ecset. A polcon található több tucat ecsetből vajon melyiket is válasszuk? Három elven tudjuk osztályozni az ecseteket. Az egyik a teljes műanyag, sörtével rendelkező, a kevert és az abszolút természetes anyagokból lévő sörtével rendelkező ecsetek. Ezeknek a festés minőségében van különbsége, és az, hogy mekkora mennyiségű festéket tudnak fölvenni, azaz körülbelül egy mártással melyik bír a legtöbb felületet befesteni, és ez persze sokszor nagyon fontos. Úgyhogy a munkánk mennyiségéhez és az elvárt minőségéhez képest tudunk megfelelő ecsetet választani. De ha nagyobb felületeket festünk, vagy szeretnénk az ecsetet elkerülni, akkor itt is használhatunk hengert, mert létezik speciálisan lazur festékek fölkenésére gyártott henger, amelynek olyan a szőrzete, hogy tökéletes minőségű festést, felületet fogunk kapni. Most, hogy megbeszéltük, hogy milyen anyagokkal és milyen eszközökkel kell, hogy dolgozzunk,
lássuk a munka mikéntjét. Első lépésként a legfontosabb dolog, hogy eltávolítsuk a pergő, laza, régi festékréteget, amely már amúgy is le akar jönni, hiszen arra hiába festünk, az új festés sem lesz tökéletes. Úgyhogy egy csiszolóval, drótkefével, kémivel próbálja meg eltávolítani és tisztává tenni a felületet, majd csak ezután festhetünk. Miután festeni már mindenki festett, és azt igazából nem hiszem, hogy érdemes részletezni, hogy hogyan mártjuk be az ecsetet, ezért nézzük meg, hogy milyen különbségek vannak ezekben a faápolókban, hiszen kíváncsiak vagyunk rá, hogy maga a faolaj, a vékony lazúd és a vastag lazúd milyen különböző felületeket is ad. Kísérletünk a következőképpen fog alakulni. Az olajhoz választottam egy tíkfa darabot, látszik rajta, hogy ez talán soha nem volt ápolva, be van szürkölve a felülete, és még egy másik kemény fa darabot is választottunk, ez azt hiszem, hogy dió, és lássuk, hogy az olaj a felületével mit fog kezdeni, majd pedig egy puha fa darabunk is van, ezt középen ketté választottam, egyik felét vékony, másik felét vastag glazúrral fogjuk leápolni, és meg fogjuk látni a különbséget. Lássuk, mire jutottunk a festék és az olaj próbájával. Hát hozta a várt eredményt, hiszen a tíkfára, hogy rákentük ezt az olajat, azt hiszem önmagáért beszél a végeredmény. Itt alul látható az a rész, amelyet nem kentünk, fölül pedig az ápolt rész. Hát gyönyörű lett, és azt hiszem ennek több ápolásra nincs is szüksége. Ugyanez például diófa felületén teljesen tökéletes eredményt hozott, és egy nagyon szép, csillogós, impregnált réteget kaptunk. Lazúrok esetében a színét ne hasonlítsuk össze, magát a lazúr minőségét tudjuk összehasonlítani, hiszen két eltérő színről van szó, de ettől függetlenül egyértelműen látszik, a vastag lazúr csillogósabb, egy sokkal vastagabb réteget hagyott maga után, míg a vékony lazúr meghagyta a fának az erezetét sokkal inkább beszívódott a belsejébe, és egy nagyon finom tapintású réteget hagyott maga után, míg a vastag sokkal jobban takarja a fa erezetet, viszont ezzel együtt ugye azt ígérik, hogy tartósabb a védelem is, ami nagyjából egyértelműen látszik, hiszen ez a csillogós felület sokkal jobban lepergeti a festékről a vizet. Megpróbáltunk mindent megmutatni ahhoz, hogy ki tudjátok választani a megfelelő eszközöket és festékeket a hideg idő előtti faápoláshoz. A csatornán találtok további barkács videókat, iratkozzatok fel és csináljátok utánunk. Egyéb barkács tippekért keressétek az Obi Instagram és Facebook oldalát. Ötlettől a megoldásig az Obival.